De az Annival kapcsolatban egy probléma van, hogy az Anni soha nem adott interjút. Nem. A médiával nem foglalkozott, elutasította. Úgyhogy emlékszem, amikor Amerikába sok év után először visszatért, kétségbe esett, telefonált a menedzser nekem, hogy Jacques Leiser, hogy Anni jön, és nincs semmi anyag, tehát mit csinálj meg, nem, egyszer nem hajlandó érte. Hát te, téged kérünk meg, ismered az Annit, tehát írjál egy cikket róla. Hát így aztán van, ami megjelent róla a műzikál Amerikában, de különben nem. Most ez a, és amellett nem, ő nem ment a maga dolgai után. Nem hiszem, akkor kijutni Magyarországról a vasúti mögül, hát ez egy lehetetlenség lett volna. Az Annit kiengedték. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy hogy ezt nekem elmesélte Anni. Még pedig úgy, hogy total, amikor ugye a kormány kihozta a rendeletet, hogy nem lehet segíteni Nyugatra, ami meg sem mozdult, semmit, kisület sem mozdította, nem érdekelt a dolog. Mindenki elászott a minisztériumot, Réva József volt a miniszter, és kérték, hogy neki kiváltságosan anyag, senki nem kapta meg. És most az egész lezajlott azt, hogy a Total Adár egyszer, amelyet persze, hogy én egy padba ültem a Révaival az iskolába, elmélem, megpróbáltam, ugye már mit, felnőtt a Révaival, azt mondja, ide-ide, Jóskám, enged ki az a jó kéneket. De eddig volt az egész. És annyi kéneki tudod, de hány ilyen van. És aztán egyszer sem emlékszem, amikor jött, azt mondja, Anna, te adnál fel egy a Lipcsébe, na, hogy hívják a Lipcsé nagy zenekar? A Gerontaznak egy táviratot, mert azt mondja, felkérték az Annit, hogy játssza el valamelyik, bármelyik Rachmaninov koncertet, az Anni nem akarja rendszerűt, és hogy tehát ezt fel kell adni ezt a terület. Akkor, hogy Magyarországon senki nem tud kimenni, és Anni csak így lefiskázta, mert nem, ő nem is játszott Rachmaninov az zongora versenyt, de ezért ő nem tanul meg. Tehát az Anni semmi olyat nem tett, ami nekhez nem lett volna kedve. Ez volt szerintem az egyik forrás az erejének. Hát az egyetlen, ahol kénytelen volt engedni ennek, akkor kellett kimenni a pódiumra, akkor meg volt hirdetve a koncert. De már a végén ezt is azt akarod, hogy azt szerette volna, hogy úgy menjen ki a pódiumra, hogy ő jelenti be, hogy mit fog játszani. És nem tudja a közönség előre. Hát ez volt már előtt. Nézzük meg azt a gesztust most. Jó, kérném akkor azt a vetítést. Tudjuk azt, hogy Fischer Anni úgy robbant be a világba, hogy megnyerte 18